Sziasztok, Peti vagyok és az Ava Group Media csatornát nézitek. Ma egy különleges részt hoztam így koronavírus idejére, mégpedig megmutatom nektek, hogy hogy tudjátok saját magatok megvarni szájmaszkotokat magatoknak vagy a családtagjaitoknak. Ha érdekel a téma, maradjatok velünk, indul az intro, ami időt ad nektek arra, hogy feliratkozzátok, megnyomjátok a kis harangikont, és azonnal kezdünk, vágjunk bele! Először is vegyük át, hogy mire van szükségetek a produkcióhoz. Egyrészt nem árt, ha van egy tervetek, hogy mi mekkora legyen. Ezt mindjárt megmutatom, hogy az én szájmaszkomat hogy terveztem meg. Illetve nem árt, ha van egy varrógép, cérnák, olló, pici olló, nagy olló, mérőszallag. Ajánlom, hogy legyen egy ilyen kréta rajzoló eszköz, vagy bármilyen más olyan rajzoló eszköz, ami később nem hagy nyomot a textilen. Mi ma két textilt fogunk használni, egyrészt használom ezt a hát ilyen keki bézs színűt, illetve ezt a trendi kis skótkockás textilt. Nem árt, ha van nektek otthon ilyen szalagotok, amivel le lehet zárni az éleket. Nekem sincs elég szalagom, úgyhogy ebben a videóban meg tudom nektek azt is mutatni, hogy hogy készítünk saját anyagából a textilnek szalagot. Úgyhogy vágjunk is bele. Tehát így néz ki a terv. Mindent milliméterbe írtam, mint ami hogy az egy jó asztaloshoz illik. Tehát 170x 180 centi lesz kiterítve az anyag, amit leszabunk, de azt majd ilyen Z-hajtásban 80 mm-esre csökkentünk, tehát 180x 170 mm az alap, és úgy varjuk majd össze, hogy ez csak 80 mm legyen a végén, és a négy szalagot pedig 40 cm hosszúra ezt elrontottam, ennek ez 40 centi, tehát 400 mm lesz. A következő lépés az, hogy el kell dönteni, hogy hány rétegű legyen a szájmaszk. Minél több rétegű, annál jobban véd, ugye részben tégedet is, meg másokat is a környezetedben, viszont minél több réteg, annál nehezebb átlélegezni rajta, ezért érdemes tesztet csinálni, főleg, hogyha nem magatoknak csináljátok, akkor kérjétek meg az illetőt, hogy hajtsa az órára a textilt, és próbáljon normálisan átlélegezni rajta, hogy hány rétegnél esik ez még könnyen. Tehát valahogy így, hogy... Így van. Ez jelenleg 4 réteg, viszont 3 réteg alá semmiképpen sem menjetek. Tehát az én feleségem azt kérte, hogy legyen 3 réteges, hogy jól tudjon benne lélegezni. Természetesen megoldható. Annak, aki igazán komoly biztonságra szeretne menni, annak azt javaslom, hogy próbáljon meg vagy vastagabb anyagot szerezni, ha tud, vagy nekem az is eszembe jutott, de nem találom meg, hogy a pára elszívónak, tehát a konyhai pára elszívónak van egy ilyen relatív vékony szűrő rétege, és azt a középső rétegként bele lehetne varni, de hát sajnos nem találtam meg, de ti otthon ezt még kipróbálhatjátok. Első lépés, hogy leszabjuk az anyagot, ezt többféleképpen is megcsinálhatjátok, kinek hogy tetszik. Én szerintem egyből meghajtogatom az anyagot 3 rétegbe és úgy szabom ki, de ti természetesen kiszabhatjátok a 3 ugyanakkora, mint mondtam, 180x 170 mm-es anyagdarabot, és utána összevarjátok. Így kijelöltük, hogy hol akarjuk elvágni az anyagot, és hozunk egy nagy ollót, és elvágjuk. Thank you.
Ugye én egy réteggel többet kellett, hogy csináljak. Egy réteget leveszünk, itt van a három réteg, tehát így 180 cm, és így is 180. Jó, és ugyanezt megcsináljuk a piros textíliával. Ugye a kockás anyaggal könnyebb dolgozni, hisz a kockák segítenek egyenesen vágni. Így voltunk 180, így vágunk 170-et. És ebből is csinálunk három réteget. Most már nincs más hátra, mint maga a korcolás. És most már lassan eljutunk a varrás részig, viszont egy dolgot elfelejtettem, méghozzá az, hogy az orrhoz belevarrunk egy kis darab drótot, hogy az orr nyeregre rá lehessen hajlítani. Ehhez, ha más nincs, otthon fogunk egy sima villamos kábelt, ilyen egy erűt, és kihúzunk belőle egy szálat, így, levágunk belőle, ugye nekünk jelenleg két darab kell, körülbelül olyan 10 centis darabot, kettőt. Ugye a legnehezebb rész maga a szalag gyártás. Ugye ne felejtsük el, hogy a leghosszabb alkatrészünk az a 2x40 cm plusz a 8 cm maga a maszk, tehát az 88 cm hosszú lesz, és ehhez le kell vágnunk jelen esetben hármat, mert ugye ami a maszk tetején és alján lesz, azt is egy csíkból megcsináljuk, ezért le kell vágni három darab legalább 88 cm hosszú csíkot, és el kell dönteni, hogy mennyi legyen a korcolás, ugye a visszahajtás. A visszahajtás nálam az egyszerűség kedvéért 1 cm széles lesz, és ezt teljes C-be vissza kell hajtani, tehát összesen 4 cm hosszú csíkokat kell vágni ebből az anyagból. Az pontosan a zöld sáv itt nálam. Azért, hogy párhuzamosak legyünk, az elsőt igen itt már 5 cm, de majd el trükközzük. Most végigvágjuk a zöld csíkon. Jó, első. Innentől már párhuzamos a textil éle a csikozással. A következő 4 centi az a sárga vastag csík. Így, és a harmadik 4 centi, az pedig a vastag zöldcsík. Így, né? És most ugyanezt megcsináljuk a bézs textillel, de azt már kamerán kívül, mert így a kamerán áthajolva eléggé macera. Tehát akkor megvan, amire szükségünk van, a skótkockás szalag, a
bézs szalag és maga a két különböző színű maszk főrész és a két darab drót az orrnak, akkor nekiállunk és megvarjuk. Ugye még egyszer gyorsan vegyük át, hogy miért 4 centis szalagot vágtunk. Azért, mert a szalag az gyakorlatilag így lesz meghajtva először. Aki gondolja, az vasalóval rásegíthet, így lesz meghajtva, és utána, amikor közé jön a maszk anyag, akkor még egyszer félbe lesz hajtva, tehát ez valójában ugye így lesz belevarva. Igen? Remélem jól érthető mindenkinek, de majd varrás közben látni fogjátok. Mivel a 17 és a 18 centi relatív közel van egymáshoz, és ugye mi először a 18 centit szeretnénk megvarni, ezért megjelöljük, hogy melyikek a 18 centis élek. Tehát itt így van a 18 centi. Ennél a masznál pedig szintén megjelöljük, hogy merre van a 18 centi. Ez így 17, tehát ez a 18 centis. Itt fogunk először varni. Illene a két anyagot különböző színű cérnával megvarni, mondjuk ezt egy pirossal, de lustaságból kifolyólag, illetve azért, mert már pontosan ennek a keki színű anyagnak a cérnája föl van csévélve erre az alsó szálra, ezért az egészet ezzel a színű cérnával fogom varni. És ha már ilyen jó pozícióban van a kamera, akkor nézzük meg, hogy hogy kell belehelyezni az alsó szálat ebbe a Toyota varrógépbe. Ugye leszedjük ezt a fedőt, kiszedjük azt a szálat, amivel előbb vartunk, ez fekete volt. Úgy fogjuk belehelyezni a kis alsó szálnak a dobját, hogy bal irányra menjen el a szál, és itt látszik egy kis megszakítás a fémben. Ez ugye a piktogramon szépen oda van rajzolva nekünk, hogy azon át kell vetni a szalagot. Tehát belerakjuk, és ezen a fülön, itt látszik, hogy alatta van a szál, átvetjük a cérnát. Ugye a cérna, ha jól csináltuk, akkor az óramutató járásával ellenkező irányba fogja húzni a dobunkat. Különben újra kell csinálni. Jó, visszarakjuk a fedőt, és most befűzzük a felső szálat. Ehhez is megfelelő segédlet van, ezt ki kell húzni. Ráhelyezzük a dobot a pöcökre, úgy, hogy szintén az óramutató járásával ellenkező irányba húzza a dobot. Egyszer átvetjük itt, utána előre. Ez ugye a fékünk. Majd kézzel olyan pozícióba forgatjuk a varrógépet, hogy ez a fül itt fölül legyen, ezen a sávon le, alatta föl, ezen a fülön le, és akkor kicsit alacsonyabbra csinállak benneteket, hogy jobban lássatok. Tehát ez csak így kézből, mert így jobban látszik. Tehát itt van egy kampó, látjátok? Illetve ott lent a tű. Tehát fogom a szálat, ezen átfűzöm, így, majd ez igazából két kéz kellene, várjál, talán így. Ugye ez a szálbefűző segédlet, ezzel az eszközzel könnyebb befűzni a szálat a tűbe, méghozzá úgy, hogy van benne egy kampó, amit ha visszatekerem a szálbefűzőt, akkor látszik, hogy áthúzta, látszik? Áthúzta a cérnát
a tű fokán. Így. És itt hátul csak el kell kapni a cérnát. Persze úgy, hogyha nem kamerázik az ember közbe, akkor sokkal könnyebb. A következő lépés az, hogy az alsó szálnak föl kell jönnie ide. Ugye a szálat itten bal oldalt kilógatjuk, kézzel elkezdjük tekerni a gépet. És ha jól csináltuk, akkor látszik, hogy húzza magával az alsó szálat. Kicsit meghúzzuk ezt a baloldali szálat finoman, és fölbukkan az alsó szál itt fölül. Mind a két szálat elrendezzük ebbe a vájadba, itt alulra, tehát mind a kettő itten baloldalt jön ki, és így fűzünk be egy ilyen Toyota varrógépet. Most én ezt kézzel visszatekerem, mert túl sok a cérna itt bal oldalt, és nem szeretek pazulni, de ti nyugodtan hagyhatjátok így. Megnézitek az első hossz varrását, így közelről, majd kicsit távolabb mentek, hogy hatékonyan tudjak dolgozni. Itt van a bézs színű szájmaszk anyaga, és ugye először megvarjuk ezt a hosszt, ugye itt van a jelölés. Ugye mivel van elég fölösleges hosszunk, ezért meghajtogatjuk a szegőt úgy, ahogy szeretnénk, varrunk rá egy 5 centit, és utána adjuk hozzá a szájmaszk anyagot. Tehát még egyszer úgy hajtjuk meg, keresünk egy tisztább véget, tehát úgy hajtjuk meg, hogy kétszer össze a feléhez, ugye, látszik, majd utána a kettőt egymásra. És ezt kell végigcsinálni. Mondom még egyszer, hogyha valakinek nehéz, lehet, hogy még én is mindjárt előveszem a vasalót, és meg lehet ezt vasalni előre, és akkor szépen így marad. De megpróbáljuk vasalás nélkül először. Megnézzük, mennyire lesz randa. Jó. Behelyezzük az anyagot a tű alá, és itt alul van egy kallantyú, azzal lezárjuk a varró fejet. És rosszul csináltam, mert úgy kell, hogy a nyílás erre az oldalra legyen. Mégpedig azért, mert egy olyan programot választunk, amiben sűrű szemmel bal oldalt fog varni a gép a közepéhez képest. Varrunk rajta egy 5 centit. Így. Még egy kicsit. Csak a gyakorlás kedvéért. És ugye folyamatosan figyelni kell arra, hogy az anyag jól adagolódjon a tű alá. És itt látható, hogy szépen a hajtás szélén varrunk nagyon jó. Összeigazítjuk a három réteg anyagot, és belehelyezzük, és itt kezd nehéz lenni a dolog. Ugye, hogyha volna szallaganyagunk, akkor sokkal könnyebb dolgunk volna. Belehelyezzük ide a szájmaszk anyagot, a szalag közepébe, lehetőleg úgy, hogy a rétegek nem mozduljanak el egymásról. Így, és innentől csak az a dolgunk, hogy mindig szépen úgy adagoljuk a textilt, hogy az jó legyen. Valahogy így, alul is ellenőrizzük.
Tehát így szájmaszk anyagját ide a felezővonalra, és ezt pedig ráborítjuk. Varrunk rajta egy további pár centit. Kinyitjuk a varrógépet és kihúzzuk az anyagot. Itt akár el is vághatjuk. Nem lett szép, de a célnak megfelel, gyakorlás teszi a mestert. Most pedig megvarjuk a szájmaszk alját ugyanígy. De ezt már egy kicsit messzebbről nézitek, mert elég macera úgy dolgozni, hogy így az embernek a keze között van a kamera. Igen, és hogyha az ember nem egy kamerát kerülget a keze között, akkor szép egyenesre is meg lehet csinálni ezt. Jó, és a következő lépés az, hogy a drótot a jobban sikerült, ugye mert az lesz inkább látható az óra, itt lesz a Ernuskának, a drótot átdugjuk a felső gerincem egészen a közepéig az anyagnak. Ígyni, tehát a drót az itt van bent az anyag közepén. Most már csak rá kell varni a szalagot, tehát amivel hozzákötjük a fejünkhöz. Ehhez ugye először kell varnunk 40 centit, így átfedve. Megint csak ügyelünk arra, hogy a nyílt része erre legyen, bal kezünk felől. És közben figyelünk, hogy mikor érjük el a 40 centit. Időnként rám is mérhetünk. Ugye a 40 centi az majd itt lesz. Nem baj, ha több, az se baj, egy picit kevesebb. Még egy ellenőrzés. Pontosan itt van a 40 centi. És most fogjuk és belehelyezzük a szájmaszkunkat 90 fokkal elforgatva az eddigi menetiránynak. Csak hogy ugye azt szeretnénk, hogy ez így 80 mm legyen. Ezért a szájmaszk anyagot meg fogjuk hajtogatni több helyen. Ilyen Z alakba. Visszahelyezzük, így már sajnos igen vastag az anyag, de szerencsére ez a Toyota Super Jeans, ez jól viszi. Így, és erre rá ellenőrzünk erre a hajtogatásra. Ez így
Kicsit túlzásba estünk, de lehet rajta javítani. Ez így most 8 centi, és ezt így végigvarjuk. Ugye ott, ahol sok rétegben van már az anyag, ott kicsit lassabban varjuk, nehogy eltörjön a tű. Most erre rámérjük a 40 centit. És 40 centinél elvágjuk az anyagot. Na kérem szépen, a kamera jól lemerült, úgyhogy még egyszer, kész van ugye az egyik fele, ezt a rojtozást átvisszük a túloldalra, és túloldalt megcsináljuk ugyanezteket az munkameneteket még egyszer. Figyelünk, hogy mikor érjük el a 40 centit. Nem akarunk pazulni. De azt is csinálhatjuk, hogy megjelölhetjük a textilt 40 centinél, de nekünk pont itt van benne egy hajtás, úgyhogy tökéletes. Jó, még egy ellenőrzés. Pontosan 40 centi. És akkor ezeket a rojtokat, amiket csináltunk, ezt átmásoljuk a szájmaszk másik oldalára. Így. És ennek körülbelül 8 centinek kell lennie. Pontosan annyi. És akkor most jön ez a rész, hogy megint csak vasalóval fixálhatnánk. Így, de megpróbálunk ügyesek lenni. És ezt berakjuk ide. Csak annyira, hogy megfogja. Szépen lassan, úgyhogy nehogy eltörjön a tű. Megint csak, hogy ne várjunk túl sokat fölöslegesen, elvágjuk az anyagot 40 centinél, ami itt van. És kész is a szájmaszk. Nézzük meg Ernán, hogy áll neki. Na és így néz ki a szájmaszk. Készen. Tudsz benne levegőt venni? Tudok. Jól van, tetszik? Gyönyörű, szép. Jó, majd még elkészül a... Igen, gyönyörű vagy. Jó, és fordulj meg. Így van megkötve. Majd ezen még lehet Ernuska magának izgatja. Igazából ne, ez a füle fölé való. Vagyok, mint a zöld manó. Zöld manó? Igen.
Szeretlek. Na, ez a fekete jobb lett volna, akkor egy kicsit olyan Darth Vader-es vagyok. Azt a videót azóta se vágtuk meg. Na, úgyhogy ennyi volt megvarni ezeket a szájmaszkokat. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, osszátok meg ismerőseitekkel a videót, és ne felejtsétek el, hogy a videó leírásában megtaláljátok Patreon oldalunkat, illetve PayPal gyűjtésüket, ahol anyagilag támogathatjátok a csatornát, amiért nagyon hálásak leszünk. Találkozunk legközelebb is valamilyen más, nagyon izgi témában. Sziasztok!